Holnap lesz 169 éve annak, hogy Aradon a szabadságharc leverése után kivégeztek 13 magyar honvédtisztet. Azóta gyásznap a magyarok számára október 6-a. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Egyetlen nap, mennyi hit, remény, bizakodás volt a szívünkben. Hittük, hogy megszabadulhatunk az ányomó zsarnok uralomtól, reménykedtünk, hogy kivívhatjuk szabadságunk, bizakodtunk benne, hogy a hazafényre derül. A Várkonyi iskola diákjai nem csak a kivégzés napját, de annak előzményeit is felidézték, Hajnaú elszántságát és bosszú szomját. Ez a korszak a tragédiákkal együtt is népszerű a gyerekek körében. Ima kivégzésem előtt. Mindenséget ura. Hozzábocsátom esdeklésem. A Várkonyi iskolában tehát, mint az ország minden oktatási intézményében és településén, az aradi 13-akra és a szabadságharc minden áldozatára, mártírjára emlékeznek.